Mire lehet allergizálódott egy állat? Mire allergizálódhat egy állat? Nagyon egyszerűen be tudnám ezt a gondolatot fejezni, hogyha azt mondom, hogy mindenre. Tehát azért vegyük egy picikét górcső alá, hogy mik a legfontosabb és leggyakoribb anyagok, amelyek táplálék allergiát okoznak állatokon. Ugye azt tudjuk, hogy az allergiának, az allergének azok fehérje természetű anyagok leggyakrabb esetben. Ennek megfelelően a táplálékban a fehérje tartalom az, amely meghatározza általában az allergiát. A tej kb. 23%-ban felelős általában a táplálék allergiás esetekért. A marhahús 8-tól akár 60%-ig is. És a kettő között, a tej és a marhahús között nincsen keresztreakció. A tojás 3-20%, a gabonafélék 28, tejtermékek 28, a búza 24, a szójabab 32, a csirke 28, erre majd érdemes egy szót még ejteni. A kukorica 25, a macskában a hal 42%-ban felelős a táplálék okozta allergiás esetekért. A tejtermékek a macskánál is 14%-ban szerepelnek. Fontos természetesen megemlíteni, hogy bármely fehérje allergiát okozhat, így a sertéshús, a bárány, a birka, a nyúl, a ló, a pulyka, a kagyló fehérje, a kagylóból származó fehérje, de a rizs, a krumpli, a zabkorpa, a veteménybab allergia, a csokoládé allergia, a benzoesav, kapaszkodjanak meg, benzoesav és a steorátok okozta allergia is előfordul. Természetesen az utóbb felsoroltak ritkábban fordulnak elő, a legfontosabbak azért a tej, marhahús, tojás, tejtermékek, búza, ezek azok, amelyek a leggyakrabban okozzák a jelenség okozta allergiát. Ha már az allergia kialakult, akkor a legkisebb mennyiség is elegendő arra, hogy ezeket az allergiás tüneteket előidézhesse. Mik ezek a tünetek? A leginkább a bőrpír és a bőrviszketegség jellemző ezekre a tünetekre. Nagy valószínűséggel a has aljon, a lágyékon, a hónajtájékban, a mellkas alján jelentkeznek ezek a viszketek területek, de okozhatja a külső hallójárat gyulladását, és hát még egyéb más tüneteket is.